Marco. Láttam az üzenetet, amit írtál. Mit akarsz már szóval megint? Akkor elfogadod a kihívást. Mint tudod, én nem vagyok jó a harcban, és ez már többször is kiderült, ezért fogadtam egy pár testőrt magam mellé. Biztos vagy benne, hogy az erőviszonyok ellenére is meg akarsz küzdeni velünk? Azt hiszed, hogy pár testőr megvédheti a szánalmas kis életedet? Lehet, hogy szánalmas, de ha már féltem, akkor rendesen féltem. Úgyis elveszem az értékeidet, talán még a házadat is feltöröm, miután elvérzel a földön. Tudod, mit csinálnék most a legszívesebben? Kinyitnám neked a házam oldalát, hogy lásd, hogy mi van benne, mert nem tudod, hogy milyen titkokat rejt. Titkok? Mit titkol egy piszkos déli barbár? Piszkos? Piszkos déli barbár! Kár, hogy nem tudlak oda behúzni és megmutatni, hogy mi van ott. Egyszer, majd úgyis meglátod, ha majd oda jutsz, mert a holtak földje, a Cold Embrace szektája, az, ami érted, eljött most! Meglátjuk. Te nyomorult zamor! Miért nem tudsz rendesen harcolni? Végre vége ennek a kutyának. Már nagyon untam, hogy folyton ide jön. És teszi magát nekem. És még csak nem is a seregemmel találkozott. Na, jó, ennyi az RP-ről, mert már úgyis halott, de adtam neki legalább egy kis alaphangot. Hát, még nagyon szoknom kell ezt a másmilyen stílusban való előadást, ennél aztán volt kulacs. Lehet egy tartalék kulacsot, ezt mindenféleképpen. Nagyon csalódtam egyébként, a pajzsos, ez nagyon-nagyon csúnyán beakadt. Hát ez szégyellem egyébként, az szégyen volt, hogy oda kellett szaladnom és kivenni a bugból, mert oda bugolt. De hát jó, hát van ilyen. Nem, igazából azért adtam nekik pajzsot, mert hát barom idegesítő, hogyha így a pajzsba beleakad az embernek a keze, és akkor nem tud rendesen harcolni, de szerintem ennek az NPC-nek majd adok valami mást. De most szerintem visszateszem őket a helyükre, és elmegyünk szépen egy kicsit farmolászni, úgymond.
De nem szabad ezeket beállítani így, hogy autóatakolnak starból, mert tényleg, ha jön egy játékos, akkor hát akkor csúnya. Az úgy szar. Nagyon is szar. Berakjuk szépen ide, hátról őrizze a kincseimet. De a kétkezes fegyvert kell erőltetnem ezeknél a csávóknál. De egynél, na ez meg... Úgy látszik, hogy mindig rajtam van a lépcsőbug. Na majd ezt a Stoneholdos faszinak majd mindenféleképpen mondom, hogy erre járt ez a zürge. De elintéztük. Ezt nem mondjuk el, hogy hogy. És bizonyítékként odaadjuk neki ezeket az itemeket. Ezt a... te jobb fegyvert kéne vennem neki. Most, hát, kicsit még bénálnak érzem ezt a kétszemélyiséges beszélgetős témát, de majd erősítek ezen az RP-n egy kicsit, de viszonylag egész jól, talán elég jól kevertem a kettőt. De ezen mindenféleképpen finomítani akarok. Hát gyakorolni kell ezt a beszédet, mert nem egyszerű. Amint látom, végre elmúlt a lépcsőbugom is. De most legalább nem sebződtem olyan durván. És sikerül faszán közre zárni ez a három trallal, az eléggé kemény. Halandó vagyok, hogy szerintem most elmegyek Felgárdba, és így visszaszereztem a pénzem, most hogy magamtól is szereztem úgymond lovat is, nem múlt el még a lépcsőbúg, mindegy. Veszek néhány kiegészítőt a kosztümizációmhoz. Ugye, amit a kultistára ráaggathatok. Csak simán ellovagolok aztán. Igen! Szóval én nekem az eddigi tapasztalatom így így legfőképpen a GTA RP-ben van, és ugye ott nem ilyen hosszúak a harcok. Mármint ugye a játékos-játékos elleni harc, meg ugye a sziklák körüli keringés, meg a stb. Ugye ennek a játéknak ugye a része, meg ugye a taktikázás is része a harcnak. Ugye ezek kinyúlik egy kicsit úgymond az RP, és nehezen tud közben kommunikálni az ember. Ez ilyen filmekben fasza, meg közben tudsz beszélni, ugye a harc közben beszélgetnek, de itt, hogyha közben nyomsz egy másik gombot, hogy beszélj, az erősen kizökkentett a koncentrációból és ugye magából a szerepből is, meg hát a harcból is, amiből ugye a másik ugye hasznot tud húzni. Hát én kicsit most például, ezt azért is mondom, mert lehetett így külső szemléletben gagyinak tűnő a harc, de közben rohadtul figyelni arra, hogy ne csak harc legyen, hanem közben kommunikáció is. Na hát, az azért nem mindegy. Szóval azért gondoljatok bele, hogy
elnyomtok valami szöveget, előadjátok a karaktert, meg minden, és akkor mi a fene, elkezdődik a harc, miközben ugye mind a ketten próbáltok a lehető legjobban életben maradni, amennyire lehet, és mi a fene, ugye kihúzódik a harc, és tehát valamit kéne nyögni, mert azért mégiscsak RP szerveren játszol, és így töröd a fejed, és kimondasz valami hortári fanságot. Szóval igen, ez egyben jó, nagyon érdekes is, szóval, ja. Hát van mit gyakorolni.